A MÁV kora őszi retro hétvégéje alkalmából megtelt a dombovári vasútállomás utazni vágyokkal és olyanokkal, akik csak a látvány kedvéért érkeztek, ugyanis a 424-247 pályaszámú gőzmozdony és 4 darab vékony csíkos gyorsvonati kocsis szerelvény állt a síneken. A Kapos Express vonat Dombovár és Kaposvár között szállította az utasokat. Idén ez volt az utolsó ilyen akciója a társaságnak, mondta el a vezérigazgató. A retro hétvége elsődleges feladata az, hogy megszerettessük a vasúti közlekedést, illetve népszerűsítsük az utasok között. Ez idén a 4. retro hétvégénk. Bátran kijelentettem, hogy sikeres rendezvényekről van szó, több ezer plusz utast mozgattunk meg. Korosztálytól függetlenül veszik igénybe. Több okból jönnek általában. Ugye a gyerekek, akik ilyet nem feltétlenül láttak még legfeljebb fényképről, nekik megelevenítjük ezt az időszakot. Az idősebb résztvevők pedig némi nosztalgiával tekintenek vissza a fiatal korukra, és kellemes élményeket idéznek fel. Nagyon széles mozdonypalettánk vonul föl ilyenkor, egészen az M40-es Pupos mozdonytól, a Nohabon, a Szergelyen, Kisdeácsián át, az MD motorvonat, illetve a közel 100 éves BC motorvonatunk fog közlekedni, amely egy 104 éves úgynevezett paklikocsit húz, amin büfészolgáltatásra is lehet találkozni. Ez több lehetőséget jelent, mint amit be lehet utazni egy nap alatt. Ez most csak a pécsi térségre korlátozódik. Az idei évre ilyen jellegű retro hétvége tovább tervben nincsen, hiszen ehhez azért kell valamilyen kellemesebb idő, mondjuk a balatoni nyári retro hétvégéhez a nyári meleg idő, illetve a mai idő ugye egy kicsit esős, de azt szoktam mondani, hogy ilyenkor egy gördülő szobában utazunk, vagy egy gördülő étteremben, úgyhogy ez még éppen ideális a programokhoz. Dombováron az esős idő ellenére is sokan voltak kíváncsiak a ritkán látott szerelvényre, amely indítását még a nyárra tervezték, tudtuk meg a város polgármesterétől. Ma egy hiánypótlás történik, hiszen augusztus 13-án szerettük volna, hogyha a retro vonatot a Gyékeny és Dombovár vonalon a gőzmozdony húzza. Ez akkor műszakilag nem valósulhatott meg. Ma egy retro hétvége keretében, mely országos rendezvény, Dombováron mégiscsak kigurult a gőzmozdony. Hát azt hiszem, hogy vannak élmények is, természetesen, hiszen diákként 4 éven keresztül megtettem a Dombovár Bonyhádidas útvonalat. Akkor ez nem tűnt élménynek, de már felértékelődtek. Nyilván ami akkor volt, az már elmúlott. Nagyon emlékszem rá, hogy néha még sört is ittak az emberek a vonaton, vágni lehetett a füstöt. Azt mondom, hogy ma már nem jelzik senkinek, hiszen rengeteget fejlődött ez a típusú közlekedés, és remélem, hogy tovább fog fejlődni, és minden többen fogják igénybe venni. A várakozás pillanatait pedig a Dombovári Zenész Egyesület színesítette a Dombovári vasútállomáson. A legendás 424-es gőzmozdony nagy sikert aratott a retro hétvége folyamán. Az érdeklődők között voltak nagyszülők unokákkal, akik boldogan mesélték a vonatos élményeket számukra, de akadtak olyanok is, akik saját élményeiket szerették volna feleleveníteni a nosztalgia vonatozással. Gyermekkoromban mi sokat vonatoztunk, bár gőzösen nyilván már nem, de nagyon szeretem a vonatokat, gőzösöket, a retro hétvégék pedig szerintem tényleg egy remek alkalom, hogy a régi idők vasutát is megismerjük. Mi Kaposvárról jöttünk át most direkt a gőzös miatt, meg ugye a vasútvonal 150 éves születésnapja miatt. Én már nagyon régen vonatoztam, megmondom őszintén, de édesapám, ő dízelmotor szerelő, itt dolgozott a vasúton több mint 40 évet, úgyhogy most ezeket a videókat, meg képeket majd átküldöm neki, mert most nem jöttem megnézni, meglepetés lesz. Úgyhogy szerintem baromi jó, baromi szép, úgyhogy tökre jó, élvezem. Átfogtak átvásul mozdulni, amik hazánkobás voltam én. Ez egy ilyeneket dolgozott, az a sorozott. Mielőtt a gőzös még kigurulhatott volna az állomásról, Szabó Csaba, a Pécsi Pályavasúti Területi Igazgatóság vezetője osztott meg néhány hasznos információt a helyi vasúttörténetből. 872. augusztus 14-e volt az a nap, amikor Dombováron megjelent az első vasútvonal, amikor Dombováról elindult az első vonat Kaposváron át Zátányba. A gőzmozdonyon elhelyezett koszorúról Keresztes Péter vezérigazgató és Pintér Szilárd polgármester rántotta le a leplet indulás előtt. Aztán felszállt a füst, és a szerelvény utasokkal telve elhagyta a dombovári állomást Kaposvár irányába.